Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, mindenkinek jó napot kívánok. Köszöntöm a intézményeink vezetőit, és mindazokat, akik a képernyő előtt ülve, számítógép előtt ülve tájékozódnak a település vezetésének a munkájáról. Fontos dolognak tartjuk, hiszen az önkormányzati újságban is részletesen beszámolunk a testület ülésekről, részletesen beszámolunk azokról a módosításokról, ami érinti a lakosságot. Én örülnék neki, ha minél többen követnék figyelemmel a képviselőtestület munkáját. A testületünk létszáma 9 fő, jelen van 8 fő, távolmaradását nem jelezte senki, így megállapítom a testületünk határozat képes, az ülés megnyitom. Javaslom, hogy tárgyaljuk a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, azzal a kitétellel, hogy tegnap a negyedik napirendi pontot, a szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálatát a Humán Politikai Bizottságunk nem tárgyalta. Amennyiben ezzel a kitétellel a tisztelt képviselőtestület elfogadja a tárgyalandó napirendi pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezzék. Köszönöm szépen, megállapítom testületünk egyhangulag elfogadta napirendi pontok tárgyalását, így rá is térhetünk az első napirendi pontra, ami a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés. A testületünk elfogadta az Alsóorca Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját november 15-én. A rendelet, kormányrendelet írja elő, hogy az elfogadott koncepciót a honlapon közzé kell tenni, illetve az érintetteket 5 napon belül értesíteni kell, értesítést kell küldeni számukra. Ez megtörtént. Az ITS elfogadást követően honlapon azonnal közzétételre került, illetve az értesítések az érintettek 5 napon belül megküldte az önkormányzat. Aki a jelentést elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Áttérhetünk a következő napi rendi pontra, ami bérleti és szolgáltatási díjak és díjkedvezmények megállapítása 2019 évről. Ahogy ismeretes, a számvitelről szóló törvény, illetve a kormány rendelet által szabályozott, meghatározott önköltségszámítási szabályzat 2017. július 1-én lépett hatályba az önkormányzatot illetően. Ezen útmutatás, illetve számítási sémák alapján történt meg a önköltség számítás, úgy a közösségi ház, mint a sportcsarnok, illetve a többi igénybevételénél. A előterjesztésünket tárgyalt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökasszony, kérem meg a állásfoglalás előterjesztését. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és mind a bérlemények és szolgáltatások tekintetében úgy döntött, hogy támogatja azt, hogy ne változzanak a térítési díjak a következő évben. Köszönöm szépen. Ahogy lehet látni a beterjesztés elején, ugye a közösségi ház, valamint a sportcsarnok működtetése odáig jutott, hogy többletbevételt hozott, illetve a tervezett bevételen felül teljesített. Nyilván, hogy ez megfelelő munkát jelent a közösségi ház és a sportcsarnok dolgozói részéről, vezetője részéről, így azt hiszem, hogy köszönetet mondhatunk érte. A többi feltétel a igénybevétel során kedvezmények, tehát semmi nem változott. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor javaslom, szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy a képviselő testület a melléklet szerinti tartalommal állapítsa meg a 2019. évi bérleti és szolgáltatási díjakat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, testületünk egyhangulag elfogadta. Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami javaslat Alsóorca Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervére. Kérdezem jegyzőasszonyt, helyettesítő dr. Havasíti Danillát, ezzel kapcsolatban kíván-e? Köszönöm, polgármester úr, köszöntök én is mindenkit. A 2019. évi belső ellenőrzési tervet dr. Péter András elkészítette a 370/2011-es kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően. A tervezett ellenőrzések felsorolását kockázatelemzést egyaránt tartalmazza. A polgármesteri hivatal vonatkozásában a 2018-as, tehát az idei belső ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése az egyik fő célfeladat.
A másik a 2-es számú óvoda és konyha költségvetési intézményben a közalkalmazati törvény alkalmazásának az ellenőrzése. A városüzemeltetési csoport vonatkozásában a gépjármű menetokmány vezetés és az üzemanyag elszámolás gyakorlatának a vizsgálata ellenőrzése, a harmadik célkitűzés, és a városüzemeltetési csoport vonatkozásában egy utóellenőrzés anyag és készletgazdálkodás vonatkozásában. Az ágazati kormányrendelet rendelkezései szerint az ellenőrzési tervet a képviselőtestület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. Erre kérem a tisztelt képviselőtestületet. Köszönöm. Köszönöm az előterjesztés tárgyalt. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság részéről. Köszönöm. A bizottság az előterjesztés megtárgyalta, és a 2019 évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kérdezem, van ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, úgy szavazunk. Aki jóváhagyja a 2019. évi belső ellenőrzési tervet, a első számú melléklet szerint, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, a testületünk egyhangulag elfogadta. Átérünk a negyedik napi rendi pontunkra, ami a szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata. Ezt a napi rendi pontot nem tárgyalta a humánpolitikai bizottságunk. Megkérem intézményvezető asszonyt néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Tisztelt képviselőtestület, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 3-as törvény rendelkezése értelmében a legalább 2000 lakosú település önkormányzata a településen élő szociálisan rászorult személyek részére szociális szolgáltatás tervezési koncepciót készít, amelyet 2 évenként felülvizsgál. Ezt a koncepciót a település 2008 évben készítette el először, és azóta a törvény értelmében 2 évente megtörténik a felülvizsgálata. Így történt ez ezen az éven is. A szociálpolitikai kerekasztal tagjaival végigbeszéltük az ülésen a megtett intézkedést, a lakosság számára hozzáférhető szociális, személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátásokat, illetve a támogatási formákat, a megvalósult feladatainkat, és körvonalaztuk azt, hogy az elkövetkezendő 2 évben mit szeretnénk elérni. Megbeszéltük azt, hogy ilyenkor nem érdemes nagyon nagyszabású terveket vagy célokat magunk elé állítani, hanem mindig a megvalósíthatóság lenne a fő szempont. Így a következő 2 évre szóló tervben előirányoztuk azt, hogy mivel nőtt a születésszám, és évről évre az óvodavezető kollégák a törvény által lehetővé tett létszámtúllépést kérik mindig a képviselőtestülettől, ezért évek óta nagyon szeretnénk már, hogyha az óvoda férőhelyei bővülnének, a bölcsöde férőhelyei bővülnének, és hasonló terveket, illetve a már most működő szolgáltatásaink színvonalát szeretnénk megtartani. Ezeket irányoztuk elő, illetve vázoltuk a koncepcióban, hogy milyen szolgáltatásaink vannak, és aktualizáltuk a statisztikai adatokat az anyagban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Koncepció 2 évre szólt, legközelebb 2 év múlva kerül hasonlóan. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kiegészítése, hozzászólása? Amennyiben nincs, javaslom, szavazunk. Aki elfogadja a 2018-2020-es évre szóló szociális szolgáltatás tervezési koncepciót az előterjesztés szerinti tartalommal, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, képviselőtestületünk egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen, intézményvezető asszonynak is. Rátérünk az 5. napi rendi pontunkra,
ami a testület 2019 évi munkatervének megtárgyalása és az önkormányzat szervei, szervezeti és működési szabályzatairól szóló 3/2018-as önkormányzati rendelet módosítása. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a képviselő testületünk működését, illetve a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatunk tartalmazza. A módosításra azért kerül sor, hogy szövegszerűen összhangba kerüljön. A módosítás tartalma a szervezeti működési szabályzatunkban, ahogy az előterjesztésben szerepel, a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, szövegrész helyébe a kitüntetésekről, azok alapítására és adományozások rendjéről szóló szöveg lép, illetve a rendeletünk 16. paragrafusában az önkormányzati törvény 42. paragrafusában szereplő szövegrész helyébe ennek a 42. paragrafusnak az 1 és 16 közötti felsorolását fogja tartalmazni, a 17. kiesik, illetve a rendelet a következő elfogadását követő nap lép hatályba. Kérdezem az ügyrendi bizottság elnökét. Az ügyrendi bizottságon megtárgyalta, és javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal fogadja el a testületünk. Köszönöm szépen. A másik két, ja, aki egyetért a rendelet módosítása, illetve elfogadja, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. A másik két határozatunk pedig a függelék módosítása, hasonlóan a szervezeti működési szabályzat tartalmazza a képviselő testületünk munkarendjét, következő évi munkarendjét, illetve azokat a kormányzati funkciókat, amik változtak, ezért kerül sor a 7-es számú függelék módosítására. Kérdezem az ügyrendi bizottság elnökét. Megtárgyaltuk és javasoljuk, hogy az 5-ös és a 7-es számú függelék módosítását is a testületünk fogadja el. Köszönöm szépen. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e bárkinek? Amennyiben nincs, javaslom, szavazunk. Aki támogatja a szervezet és működési szabályzat 5-ös számú függelékének módosítását a melléklet szerinti tartalommal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Aki hozzájárul a szervezeti működési szabályzatunk 7-es számú függelékének módosításához, a melléklet szerinti tartalom alapján kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egy hangulatot elfogadott a testületünk. Következő a 6. napirendi pont, Alsó-Orcai Polgármesteri Hivatalban 2019. évi igazgatási szünet elrendelése. Megkérem jelzi aztán helyettesítő Tanillát. Köszönöm, polgármester úr. A köztisztviselői törvény teremti meg a lehetőségét annak, hogy a képviselő testület igazgatási szünetet rendeljen el, rendelhessen el. A kialakult gyakorlatot követve, figyelembe véve készült el a rendelet tervezet 2019. év vonatkozásában. Aminek az lehet a következménye, amennyiben a képviselőtestület elfogadja rendelettervezetet, hogy 3 munkanap, amely szombatra esik, ezeken a napokon a hivatal zárva tart gyakorlatilag. Erről természetesen, mint eddig, a jövőben is kellő időben tájékoztatjuk a lakosságot. Az alkalmazottak ezt szabadságként rögzítik, ezt a 3 napot. Ez alatt, az idő alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban az anyakönyvi feladatokat a hivatal ellátja. Kérem a támogatást. Köszönöm szépen. Illetve tegyük még hozzá, hogy van ezen kívül a 3 napon kívül másik 3 nap, ahol szintén, mint a december 23-a, december 30 és december 31, amire szintén igazgatási szünet kerülne elrendelése. A igazgatási szünet időpontjában ügyfélfogadás nincs, a halálesethez kapcsolódó jegyzőkönyvi igazgatási feladatok ellátását biztosítja a hivatal telefonos elérhetőséget megadva. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e
hozzászólás vagy kérdés, amennyiben nincs, javaslom, szavazunk. Aki elfogadja a Alsóorca Polgármesteri Hivatalban 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosítást, méghozzá a melléklet szerinti tartalommal, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testületünk egyhangulag elfogadta. Hetedik napirendi pontunk a Alsóorcai 2. számú óvoda és konyha alapító okiratának módosítása, ahogy az előterjesztésben szerepel, kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladat, szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet módosítása miatt kerülne sor, illetve kerül sor 2019. január 1-től, méghozzá a alapító okirat 4 pontjában foglalt táblázat 18. sorában a szociális étkeztetés szövegrész helyébe a szociális étkeztetés szociális konyhán szövegrész lép, illetve a terület alakítás következtében a helyrajzi szám az 1020-ról 1020/2 helyrajzi számra változik. A előterjesztés tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot ezekkel a említett változásokkal. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy aki elfogadja az alapító okiratot, az előterjesztés szerinti egységes tartalommal jóváhagyja, illetve felhatalmazza a polgármestert az intézkedések megtételére, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testületünk egyhangulag elfogadta. Következő napirendi pontunk a Alsóorcai Gondozási Központ alapító okiratának módosítása. A indoklás hasonló, itt természetesen csak a szociális étkeztetés, szociális konyhán szövegrészre változik, helyrajzi szám marad. Kérdezem, ehhez van-e valakinek kérdése? Aki elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a változással együtt, illetve felhatalmazza a polgármestert a államkincstár által vezetett törzskönyv nyilvántartási adatok érintő változások bejegyzéséhez, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testületünk egyhangulag elfogadta. Így áttérhetünk a utolsó napirendi pontunkra, ami tájékoztató a képviselő testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről. Ahogyan ismeretes, a utolsó testületi ülésünkre november 15-én került sor. 21-ére kaptam meghívást a Országos Kegyelet és Emlékezet konferenciára Budapestre. Tulajdonképpen azért volt érdekes, hiszen annak idején a Vai kripta felújítását ők támogatták, illetve a nemzeti emlékhelyi nyilvánításban is ők vállaltak szerepet, valamint most is írtak ki pályázatot hasonlóan, hogy a kriptát tudnánk továbbra szépíteni, tudnánk, erre fogunk beadni pályázatot. November 22-én került sor Onge és Társul Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása társulási tanács ülésére, ahol a költségvetésről, illetve hasonlóan a szociális szolgáltatás tervezési koncepció megalkotásáról szólt a vita, illetve a szavazás. November 23-án, pénteki napon a Magyar Villamos Művek Csoport Felsőzsolcai naperőművének átadására került sor. Az átadón hangzott el, hogy ez közel egy Székesfehérvárnak megfelelő település áram ellátását képes biztosítani. Az ország egyenlőre legnagyobb naperőműve. Érdekes módon, hogy közigazgatási határ ide-oda, ez Onga szomszédságában található, tehát hasonló, mint az ongai csavargyár, ami Alsó-Zsolcához tartozik. Ez a naperőmű is Felső-Zsolcához tartozik, annak ellenére, hogy Onga szomszédságában van. Bízunk benne, hogy valóban megfelelőképpen környezetbarát módon fogja előállítani az energiát. December 7-én került sor a választókerületi polgármesterek és az országgyűlési képviselő asszony részvételével a szokásos egyeztetése, ahol a elmúlt időszak dolgait, illetve a következő időszaknak a,
a eseményeiről került, vagy váltottunk szót. A következő testületülésünk 2019. február 7-én kerül sor, ahogy a munkatervben szerepel. Addig mindenkit ösztönzök arra, hogy a önkormányzat közösségi ház rendezvényeit látogassa. Természetesen ez lehetőséget ad a karácsonyra való ilyen tény való felkészülése, hiszen végig arról van szó, hogy csendesedjünk el, szálljunk magunkba, gondolkodjunk, illetve ennek fényében készüljünk a karácsonyi ünnepekre. Tehát mindenkit ösztönzök, hogy jöjjön a gyertyagyújtásra, illetve a programokra. Ezen kívül én megköszönöm a képviselőtestületnek az egész éves munkáját. Bízom benne, hogy olyan eredményt értünk el, amiről a lakosság is elismerően nyilatkozik. Mindent a legjobb tudásunk szerint csináltunk. Én úgy gondolom, hogy az élet nem teszi lehetővé, hogy ne jöjjenek közbe olyan dolgok, amire nem számítunk, vagy ami nem tervezett, vagy amire nem gondoltunk. Természetesen hibák vannak, amit minden esetben igyekszünk kijavítani. Én úgy gondolom, hogy Alsó-Zsolca életében olyan fejlesztéseket hajtottunk végre az elmúlt időszakban, amik már régen meg kellett volna történnie, természetesen az ismert anyagi körülmények között arra nem kerülhetett sor. Ezen kívül a pályázataink végrehajtása zajlik, a három nagy pályázat van folyamatban, a komplex telepprogram, a szociális városrehabilitáció, illetve az épület energetikai átalakítás. Én úgy gondolom, hogy ennek elég nagy jelentősége van, hiszen ez az energetikai korszerűsítés kiválthatja a gázfűtést. Tehát ami azt jelenti, hogy talán az egyik legjobb megoldás, hiszen ez hosszú távon azért a településnek előnyt kell, hogy jelezzen, hiszen ha nem kell fizetni a fűtésért ilyen összegeket, amiket most, akkor lényegesen előrébb van. Tehát én megköszönöm mindenkinek a munkáját, megköszönöm a részvételt, megköszönöm, hogy akik figyelemmel követték a képviselőtestületünk munkáját, áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.